steakmesék emesének, de nem csak neki. Szűcs Robert Lucius vagyok a Pici Gurman Barbecue-tól, ez pedig a Kamadó Forjú YouTube csatornája. Vigyázzat, a mai videó személyes üzenetet tartalmazhat. Rendhagyó módon nem kamadón fogunk sütni, hanem egy indukciós lapon, illetve egy kissé hányatott sorsú serpenyőn. Van itt nekünk az asztalon egy gyönyörű, szárazon érlelt hátszín, ami egy új vastag, hát ez az én újam, úgyhogy megmértük, ez pontosan 25 mm, tehát ezt kell majd otthon is reprodukálni, egy 25 mm vastag hátszint. Van só, bors, olívaolaj, zöldfűszer, rozmarin és kakukkfű, két gereszt fokhagyma és vaj. Ennyivel fogunk neki menni a történetnek. A metódus a következő lesz, tűzforró serpenyőben mind a két oldalán egy-egy percig pirítjuk a sztéket, majd átrakjuk a kamadóba, és ott fogjuk készre sütni. Természetesen, hogyha otthon nincsen kamadó, akkor be kell rakni a sütőbe 180 fokra. A kamadó most 180 fokon ketyeg. Majd pihentetjük a sztéket. Pihentetés után visszatesszük a serpenyőbe egy kis vaj, egy kis fokhagyma, egy kis zöldfűszernek a társaságába, és egy kicsit megfürdetjük benne, majd még egyszer pihentetjük, és én csak a végén fogom a frissen őrölt illatos borcsot rátekerni tálalás előtt. Mellé luxus krumplit fogunk készíteni, új krumpliból, friss petrezselyemmel, parmezánnal és szarvasgombával. Csináljuk! Megjött a gyönyörű, a ropogós új krumpli, a luxus krumplink alapja, egy kis só, remélem ebben van, petrezselyem, mert szeretjük, egy kis parmigiano, inkább sok, meg vagyunk. És a szarvasgomba, meg lehet egy darab az ujjamból. Itt ezt a tetejére szokták, de mi most így összekeverjük. És megy a kis edényünkbe. Nézzük, hogy áll a sztékünk. Itt van a húsink. Szépen vágjuk föl. Az utolsó sózás és a friss bors. Egy-egy perc oldalanként serpenyőben, 7 perc 180 fokon. 10 perc pihentetés, és a végén egy kis fűszervajas fürdő. Kész. Ez volt a hús krumplival videónk. Csumi!